A Vámbéri hét a Gimit Futál nevezésű jó hangulatú társrendezvénnyel indult. Az oktatási intézmény és a Csallóközi Maratonklub jótékonysági futásának az volt a célja, hogy a nevezési díjból származó bevételből a gimnáziumi tanulóknak szervezett kulturális programokat, valamint eszközbeszerzést támogassanak. A Vámbéri hét szervezése széles körű összefogást eredményezett. Kollektív munkáról beszélhetek, összehangolt munkáról a szülői szövetség, a diák önkormányzat és a pedagógusok, illetve a külső partnerek segítségével. Mind a Gimit Fut, mind pedig a Gimit Tud során szórakoztak és egyben megmérettették magukat a diákjaink, megismerkedtek egymással, amelyre a tanítás év során nincs ilyen mértékben lehetőség, hiszen a gimnázium elsődleges célja az, hogy tanulunk, tanítsunk és felkészítsük a diákjainkat az érettségi vizsgára, illetve az egyetemre. A Vámbéri hét során a diákok tanulhattak és szórakozhattak is. Szerintem egy nagy élmény volt az összes diák számára, és ugye én kedden versenyeztem angol-anglofon kategóriában, és dobogós lettem, ez szerintem egy jó helyezés, mivel nagyon sok iskolából voltak itt diákok. Számomra ez egy nagyon jó élmény volt, és a diákokon is ezt láttam, hogy mindenki pozitívan távozott, pozitív élményekkel. A sokféle eseményből a 8 osztályos gimnáziumot látogatók sem maradhattak ki. Voltak versenyek, amik csak alapiskolásoknak voltak. Ilyen volt csütörtökön az infócsata, és hétfőn a kosárlabda verseny is. Számomra nagyon élménydús volt a hét, mert jól éreztem magam a versenyeken, és nekem ez a fontos, nem a győzelem. Ez volt a győzelem. A hagyományos Gimit Tud különféle produkciókat kínált a közönségnek. A diákok szervezésben való részvételét a diák önkormányzat koordinálta. Főleg olyan dolgokba vették ki a diákok a részüket, mint az ideérkező diákoknak az útbaigazítása, aztán a felkészülés arra, hogy tényleg minden a helyén legyen, amikor elkezdődnek a versenyek és minden időben maradhasson. És tényleg úgy tűnt az egész, hogy élvezte mindenki csinálni ezt. A legtöbb ember kivette belőle a részét, aki ki szerette volna venni belőle a részét, az ki tudta venni. Hát megtudtuk azt, hogy nem egyáltalán nem könnyű egy ilyen dolgot megszervezni, pedig ez tényleg csak egy hét, de ennek ellenére rengeteg szervezést igényelt. A rendezvénysorozat célja a közösségépítés, az egymásra figyelés, valamint az iskola névadója Vámbéri Ármin emléke előtti tisztelgés volt.